és most akkor fogalmazzuk meg, nem is a gyerek, hanem a szülő oldaláról. Tehát mi, mi az, amivel kiválthatom a gyermekeim tiszteletét? Ugye, mert az egy dolog, hogy a gyerekem kötelessége, hogy tiszteljen engem, de mint szülő azért nem árt, hogyha én is teszek azért, hogy ez minél kevésbé köteles tuda, tudatból, és minél inkább őszintén történjen a gyerekem részén. Na mi az, amivel én ezt kitombáltam a gyerekem részén? Azt gondolom, hogy ez nem olyasmi, ami nemzedékről nemzedékre változna, mert alapvetően itt erkölcsi dolgok vannak, amik a gyerekben tiszteletet ébresztenek a szüleivel szemben. Nálunk az a világnézet, hogy Isten megteremtette az első embert, és ahogy a nemzedékek haladnak előre, egyre távolodunk attól a közvetlen kapcsolattól, ami az első ember és Isten a teremtő között volt. Tehát mindenki úgy van vele, hogy az előző nemzedék az valószínűleg közelebb van, már csak, már csak a Időarányosság miatt is közelebb van ehhez a, ez a kezdeti ponthoz, ahol Isten, mint Teremtő és a teremtett ember közvetlen kapcsolatban voltak. Maguk viszont úgy gondolkodnak, hogy az ember a majomból származik, és a majom pedig valamilyen még fejletlenebb teremtményből, és az még fejletlenből, még fejletlenből, még fejletlenből. Tehát akkor alapvetően azt azt ordítja, azt üzeni ez a világnézet, hogy ahogy haladunk, egyre fejlettebbek és egyre jobbak vagyunk. Tehát értem, aki előttünk volt, az, 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 az nálunk kevesebb. Zsidóságban, az egyik oldalról, ahogy erről korábban, amikor a történelem szemléletről beszéltünk, benne van az, hogy ahogy haladunk az időben, valóban egyre közelebb kerülünk a messianisztikus utópiához és a, a megváltáshoz és a tökéletes világhoz, de közben úgy tekintünk magunkra, mint törpék óriások vállán. Igaz, hogy a törpe az, aki eléri a plafont, de nem azért, mert ő olyan hatalmas, hanem azért, mert óriások vállán áll. És lehet, hogy azok az óriások nem értékel azt a plafont, de ha ők nem lennének, a törpék sem jutnának sehova sem. Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabbit Podcast, Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. A mai adásunknak azt a témát választottuk, hogy generációk közötti konfliktusok. Két irányból lehet ezt megközelíteni, és kezdeném egy picit lazábbal. Ugye, van egy ilyen mondás, hogy a nagyszülők és az unokák azért értik meg egymást, mert közös az ellenségük. De azt gondolom, hogy ennél komolyabb része az, hogy azért már a tíz parancsolat is arról szól, legalábbis ugye az ötödik parancsolat, hogy, hogy a szülőkkel való viszonyunknak annak valamilyen módon azért tiszteletteljesnek és rendezetnek kell lenni. Miért fontos az, hogy rendben legyenek a kapcsolataink, hogyha vertikálisan, tehát a szüleink és a gyerekeink felé, és miből alakulnak ki ezek a konfliktusok, hogyan tudjuk ezeket kezelni, majd ezt bontjuk ki. A Tórának nem csak, hogy ez a az egyik legfontosabb parancsolata, hiszen a tíz parancsolat része, hanem ráadásul az egyike azon kevés parancsolatoknak, ahol a tóra kirátásba helyezi a ezzel járó jutalmat is. Általában a tóra parancsolatokat mond, de nem mondja, hogy mi történik, hogyha ezt megteszed, vagy teljesíted, a szülői tisztelet kapcsán viszont azt mondja, hogy tisztel a és anyádat, hogy hosszú, ég, hosszú életű legyél a Földön. a másik pedig, hogy a tíz pancsolatot ugye tudjuk, hogy a Mózes két kőtáblára írta föl, és általában azt szoktuk mondani, hogy az egyik kőtáblán, a jobboldali kőtáblán vannak az Istennel kapcsolatos törvények, és a baloldalin az emberek közötti törvények, a ne őj, ne hogy ne írj hogy ne <kül> Mégis a szülői tisztelet az felkerült a Istennel kapcsolatos kötáblára, ami ugye következik az egyistenit, a bálványzás tilalma, a Isten nevével való hamis eskü, a szombat, és aztán egyszer csak ott van a szülői tisztelet. ami arra tanít bennünket, hogy van összefüggés a szülői tisztelet és a Isten Istenbe hit között. És ez nem, ez nem olyan nehezen megérthető, hiszen általában a, az autoritás elfogadása, az, hogy van egy, egy nálam nagyobb erő, az, az tulajdonképpen az egy hit egyik alap tézise, hiszen ha azt mondom, hogy van egy Isten, aki engem teremtett, akkor ha más nem, akkor az Isten mindenképp fölöttem van és mindenképp autoritásként tekintek rá, és hogyha ezt elutasítom, akkor pedig azt mondom, hogy tulajdonképpen nincs autoritás, vagy nincs egy, egy, egy determinált autoritás, lehetnek bizonyos emberi viszonyok, amiben én vagyok fölül és más van, én vagyok alul és más van fölül, de ha eljutok egy pontra, akkor lehet, hogy én leszek legfelül. És a szülői tisztelet, ami a mindennapi élet első olyan viszonya, ahol, ahol van egy alul, alá felé rendelt viszony, és a szülői tisztelet kötelessége pedig erre épül rá, azt mondatja, vagy azt mondja a szülői tisztelet, hogy ne rúgd föl ezeket a, ezeket a viszonyokat, ahogy van egy Isten, aki a teremtőd, úgy a szüleid is, akkor is, hogyha olyan pozícióba kerülsz, hogy már nem vagy nekik kiszolgáltatva, vagy alárendelve, Add meg nekik a tiszteletet, ismerd el, hogy nem magattól vagy, vagy magadból vagy, hanem lásd be, hogy, hogy a szüleid, a teremtőid, ahogy az isteni teremtőd is, mindvégig fölötted vannak. Igen, nem csak tudjuk azt, hogy nagyon sok felnőttkori nehézségnek, a traumának az okozói a szülők. És nagyon ambivalens az a viszony. Ugye, ami, ami, a pszichológiában is megjelenik, a szülő tisztelete, a szülő iránt érzett állandó kapcsolat, én nem tudom megtagadni anyámat, nem tudom megtagadni apámat, hiába próbálkozom vele, ez, ez a kapcsolat, ez élő lesz. Hogy hogyan viszonyul én ahhoz, hogyha nekem egy olyan szülőm volt, vagy mind a két szülőm olyan volt, amelyik elhanyagoló volt, vagy bántalmazó volt. Igen, és ez, ez, ez egy komoly kérdés, és akkor is hogyha nem ennyire szélsőséges esetekről beszélünk, tehát a, amiről te beszélsz, amikor valamilyen komoly sérelemért, ö, objektív sérelemért a szüleim részéről, hogy Isten bántalmazó szülő volt, um, hanem csak egy egyszerű szülőgyermek kapcsolatnál is, ahol a szülő és a gyermek viszonyában van egy egyenlőtlenség, egy aszimetria, amit a gyerek sérelmek érhet meg, a gyermek sérelmek érhet meg, hogy ugye a szülő hozzá van szokva, hogy mint gondoskodó szülő a gyerekének egyfajta utat ad, vagy egy ut utat mutat, és a gyerek pedig, ahogy a kamaszkorban és később elkezd önállóvá válni, akkor a saját útját akarja választani, és az a, a szülő pedig ezt, ezt nem tolerálja, vagy nem fogadja el, és ebből lehetnek konfliktusok, és akkor itt kérdés, hogy a szülői tiszteletben hova kell, meddig kell elmennem, hogyha a saját utamat akarom járni. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor minden ö, rossz szándék nélkül is egy szülő-gyermek kapcsolatban olyan sebek alakulhatnak ki, amelyekre felnőtt korban ö, én ráébredek, hogy tulajdonképpen ilyen vagy olyan, vagy amolyan problémáim azért vannak, mert mondjuk például egy tipikus ilyen eset, hogy van egy nagyon nagyon határozott és nagyon erős személyiségű, domináns anyuka, akinek van egy lánya, aki viszont a természeténél fogva visszafogottabb, és, 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 és kötelességtudó, és egy, 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 enyhébb, vagy egy lágyabb személyiség, és azt, amit az anyuka úgy él meg, hogy tulajdonképpen ő csak a dolgát csinálta, a jó lelkismerte szerint, gondoskodott a gyerekéről, azt a gyerek viszont később visszagondolva úgy éli meg, hogy az anyukája őt elnyomta, vagy vagy rákényszerítette folyamatosan az ő akaratát. És akkor ebből különböző felnőttkori, vagy felnőttkorban felismert, akár mélyebb lelki sérülések is lehetnek, és akkor itt hogyan tudom én ezt kezelni. Volt egy, egy másik műsorban a, a Hidas Juditnak a Klasszik Rádión só lett az Élethez című műsorában, volt egy pár héttel ezelőtt a Orvos Tóth egy hosszabb beszélgetés ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, ha valaki a téma, a témár része jobban érdekel, akkor ezt mindenképp érdemes esetleg megkeresni és meghallgatni a a podcast, különböző podcast megosztókon is fönt van. De a lényeg ennek tulajdonképpen az az, hogy a szülői tisztelet az a zsidó vallásban nagyon egyértelműen bizonyos objektív, gyakorlati, em, instrumentális dolgokhoz van kötve. Tehát a Tóra, vagy a halaká, zsidó vallásjog nem mondja azt, hogy neked Feltétlenül azt a tudat kell a saját életedben követned, amit a szüleid elvárnak tőled. Hogyha az apukád azt akarja, hogy ügyvéd legyél, akkor te mindenképp ügyvéd leszel. Most direkt egy ilyen kicsit ironikus példát mondtam. Hanem azt mondja, hogy az édesapádat tisztelned kell, az azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartomod az ő <kül> <kül> szféráját, ne ülj arra a helyére, ahol ő ül, ne vágjál a szavába, ne, ne szólítsd a keresztnevén, vagy személy nevén, add meg neki a, 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 az előszót, és így tovább, és így tovább, de ettől te még a saját életedet éld, és a határokat ki tudod jelölni. A probléma akkor van, amikor, amikor a, amikor nem tudunk ilyen módon leválni a szüleinkről, és nem tudjuk meg nem tudjuk létrehozni azt a távolságot, amit ami, ami maga a tisztelet jelent, hiszen a tisztelet az egyfajta távolsága a, attól, akit tisztelek, és hozzá vagyunk szokva, hogy egy szülő egy gyermek kapcsolatban van egy közelségérzés, egy szeretetérzés, a szeretetérzés mellett kell, hogy legyen egy tisztelet is, ahhoz viszont kell, hogy egyfajta távolság legyen, ne lásd a szülődet mesztelenül, ne, hát hogy legyen ez, a, ez az elem is a kapcsolatban. Uh, és ez így igaz akkor is, hogyha egy olyan szülőről van szó, aki, aki, uh, aki, olyan uh, hát, uh, aki, aki, van, vagy aki, vagy, vagy, vagy aki, szülők szülőként olyan dolgokat követett el, amelyek, amelyek túl mennek egyszerűen az akarat az akaratosságon vagy a, uh -huh. a ezen, és, és valamilyen abuzív viszony alakult ki. Ebben is amellett, hogy tudom, hogy a, 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 tisztában vagyok azzal, hogy az édesapám vagy az édesanyám ilyen és ilyen dolgokban hibákat követett el, Tisztáljuk azzal, hogy esetleg ő maga is valamilyen mentális betegségben szenved, vagy valamilyen e, problémája van, e, én a tiszteletet az irányába meg kell, hogy adjam, hát a két, nem kell eltagadnom, vagy nem kell úgy tennem, mintha ez a dolog nem létezne, ettől még ő az édesapám és az édesanyám. A generációs konfliktusok úgy tűnik, mint hogyha most kéreződöttebbek lennének, mint hogyha gyakoribbak lennének, mint hogyha jobban rajtuk lenne a figyelem. Mit tudunk a régebbi időknek a generációs konfliktusáról, szülők, nagyszülők, gyerekek közötti konfliktusokról, és hogyan kezelték őket? Ugye ez a nemzedékről nemzedékre létező konfliktus, ez, ez tulajdonképpen a tórában is benne van. Az, hogy a, ha majd jönnek a gyerekeid, jönnek az unokáid, és majd megkérdezik tőled, hogy miért van ez, miért van az, akkor meséld el nekik. Ugye ez a szülői oldalról való kötelezettség, és ugyanígy a gyerek oldaláról, hogy kérdezd meg apádat, anyádat, és ők majd elmondják neked. Ugye önmagában az élethelyzet változásából adódóan egy új generáció, ő nem rendelkezik bizonyos olyan történelmi tapasztalatokkal, amelyekkel a régi generáció rendelkezett, és mivel nem rendelkezik ezekkel a tapasztalatokkal, ezért gondolhatja azt, hogy ő jobban tudja, mert bizonyos életbölcsesség hiányzik belőle, és, és ez, ez tulajdonképpen egy természetes velejárója a, a generációk egymás követésének, és erre figyelmeztet a Tóra, hogy azért fontos, hogy meglegyen a folytonosság, és ne töröld ki, ne írd felül a múltat, ö, ne tégy úgy, mint hogyha minden régen lett volna az, az, az érdemtelen, és, és figyelemre nem méltó, hanem tudjad azt, hogy ez a folytonosság, ez egy erény, és ezért, hogyha megkérdezed szüleidet, vagy csak elmesélik neked, akkor olyan tapasztalatokkal gazdagodhatsz, amit nem kell már, hogy egyedül megszerez. Uh, úgyhogy használd ki ezt a lehetőséget. Ugye minden nemzedékben az a tudat, hogy én jobban tudom, az megvan. Uh, és ez tulajdonképpen ez visz előre, uh, mert így egyfajta haladást, egy progressziót uh, érez nem nemzedék. Az utóbbi száz évben, uh, vagy talán 150 évben, ez valószínűleg uh, uh, egyre szélsőségesebbé vált ez a konfliktus, mert a világ maga soha korábban nem látott sebességgel változott. Tehát míg sok ezer éven keresztül az életkörülményei egy gyereknek, vagy egy unokának nem változtak láthatóan a korábbi viszonyokhoz képest, és ezért az a fajta érzés, hogy én jobban tudom, ez nyilvánvalóan megvolt, de azért alapvetően kevesebb dolog támasztotta alá, mint mondjuk az elmúlt száz évben, mert mi támasztja alá azt, hogy én jobban tudom, hogy a, a szinte közhelyes, triviális példa, hogy, a, hogy én elmagyarázom az apukámnak, hogy hogyan kell e-mailezni, vagy mi az a Facebook, és akkor hát az, az önmagában egy olyan beszédszituáció, amiből, amiből az öreg hülyének tűnik, és a fiatal pedig az, aki jobban tudja. Ugye ez akkor tud előállni, amikor a világ olyan sebességgel változik, hogy, az, hogy egy nemzedék egy következő nemzedékhez képest már egy egészen más élethelyzetben, egész más problémákkal, látszólag egész más problémákkal néz szembe, és akkor hajlamosabb még inkább azt gondolni, hogy az öregek, az öregei, az előző nemzedék nem rendelkezik semmifajta releváns gondolattal, és ezért megszakítja tulajdonképpen a folytonosságot. A világ egyre gyorsabban változik ebben az elmúlt 100-200 évben is, hogy mi korábban mondjuk az volt, hogy ipari forradalom, és akkor hát sok minden megváltozott a őszgép megjelenésével, de az is mondjuk egy 30-40 éves távlatban volt. Ma már ezek a generációk is leszükültek, mert 10-15 év alatt is olyan, olyan komoly dolgok változtatják meg az életünket, amelyek teljesen fölülírnak sok mindent a gondolkodásmódunk, a mindennapi problémáink tekintetében. A tiszteletet azért azt gondolom, hogy könnyebb volt akkor megadni, amikor a tanulásnak egy jelentős része az a szülőktől származott. Most a tanulásunk jelentős része nem a szülőktől származik, és akár az általad említett példákat is Aha, figyelembe véve nehéz úgy megmaradni a tisztelet talaján, hogyha én azt érzem, hogy többet tudok az elődeimnél. Mit lehet mit ilyenkor tenni? Ez, itt is a, azért egy nagyon fontos elem a, az a kérdés, hogy mi az, amit, amit a, a szülő tanít. De mit nevezünk tudásnak és tanulásnak? Tehát, hogyha itt a lexikális tudásról és tanulásról van szó, vagy ö, objektív ö, ö, tartalmi tudásról, akkor tényleg előállhat az, hogy sok minden van, amit én tudok, és a szüleim nem tudnak. Az együtt, hogy különben azért pontosan a tudás megszerzésének a, a mód, módozatában való változás miatt éppen, hogy föl lehet lenni azokat a dolgokat, amiket a szüleim tudnak, és én nem. Tehát mondjuk még a nagymamám tudott latinul és ógörögül, nálam ez a tudás nincs meg, mert amikor a nagymamám járt iskolába, akkor ez egy természetes dolog volt, hogy ezt a két nyelvet meg kellett ismerni, és kellett tudni idézni ilyen nyelven mindenféle szövegeket, ami azért nagyon tiszteltre méltó. Míg én, hogyha belegondolok, nincs egy vers, amit el tudnék mondani fejből, ő ők meg hosszú szövegeket magoltak. És akkor ez is egy teljesítmény, amire azért föl lehet nézni. De ez még mindig hogy mondjam, az objektív, kognitív tudás, uh -huh. de azért igazán a szülői tiszteletnek a, az, az előteremtő, a, a megteremtője, a szülői tiszteletnek a kiváltása, az nem annyira a kognitív tudás alapján történik. Tehát, hogyha bármannyi, bár, és most akkor fogalmazzuk meg nem is a gyerek, hanem a szülő oldaláról. Tehát mi, mi az, amivel kiválthatom a gyermekeim tiszteletét? Ugye? Mert az egy dolog, hogy a gyerekem kötelessége, hogy tiszteljen engem, de mint szülő azért nem árt, hogyha én is teszek azért, hogy ez minél kevésbé köteless tudat, tudatból és minél inkább őszintén történjen a gyerekem részén. Na mi az, amivel én ezt kitomváltam a gyerekem részén? Azt gondolom, hogy ez nem olyasmi, ami nemzedékről nemzedékre változna, mert alapvetően itt erkölcsi dolgok vannak, amik a gyerekben a tiszteletet ébresztenek a szüleivel szemben. Tehát, hogyha látom azt, hogy a, a szüleim lelkiismeretesek, hogy a szüleim jóindulatúak, hogy a szüleim gondoskodóak, hogy a szüleim alapvetően jó szándékúak, hogy a szüleim szorgalmasak, hogy a szüleim hűségesek egymáshoz, és hűségesek hozzám, odaadóak. Ezek, ezek azok a tulajdonságok, amelyeket én látok a szüleimnél, és ha látom a szüleimnél, akkor tisztelet, tehát ébresztenek irántuk, és alapvetően azért leginkább ezek azok a dolgok, amelyeket a szülő meg kell, hogy tanítson a gyerekének, és persze leginkább a gyerekének ezt a saját személyes példamutatásával tudja megtanítani. És ebben nincsen, nincsen változás nemzedékről nemzedékre. Bizonyos szempontból talán <coughs> még fontosabbá válnak ezek az értékek, hogy haladunk az időben, és ahogy a, a, a kognitív, objektív tudást ezer máshonnan meg lehet szerezni, lecsupaszodik az, hogy a szülő akkor mit ad a gyerekének, hát ezt, leginkább ezt kéne, hogy adja. Emellett tudja neki adni azt a mintát, hogy hogyan kell mondjuk egy családot üzemeltetni? Tehát a kapcsolatoknak a fenntartása, üzemeltetése, az, hogy annak a tudásnak az átörökítése, hogy az ősökkel való kapcsolat és a családnak a megtartása az, az kognitív módon nagyon nehezen el, sajátítható. Ezt a kérdést most nem értettem. Hogy ez is lehet egyfajta. ja, ugye, a kognitív a, a, ja, módon, igen, tehát, hogy vannak dolgokat, amiket a gyakorlatból vagy pozitív minták lévén lehet megtanulni, és nem pedig könyvből. Igen, könyvből viszonylag nehéz megtanulni azt, hogy mi az, hogy szülői tisztelet, vagy odaadás, vagy hűség és az pozitív mintákból lehet leginkább, és hogyha a szüleim előtt látok egy egy pozitív példát a szüleim révén, akkor, akkor az biztos, hogy hatással lesz az életemre, abszolút, abszolút, ez, ez benne van. A probléma akkor van, amikor van egy olyan ideológia, amelyik azt mondja, hogy a szülő az hülye, hogy a szülő, vagy az előző nemzedék semmit nem kell, hogy... Nem... Nem, nem, tud semmit adni nekem. Emlékszem, amikor a szüleim, a más sürökről van szó, a szüleim meglátogattak euh, euh, 1995-ben Pittsburghben, ahol akkor én Jesivában tanultam a Amerikában, és számukra egy nagyon különleges látogatás volt, mert először jártak egy ilyen vallásos, mélyen vallásos zsidó közösségben, és ott töltöttek egy hetet, és egy, 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 vendéglátó családnál laktak, és eljöttek a közösségbe, és a jesivába. És akkor utána kérdezgettem az édesapámat, hogy mi volt a számára legérdekesebb, vagy legkülönlegesebb élmény ebből a látogatásból. Sok mindent mondott, és az egyik dolog, amit mondott, az az, hogy az nagyon megmaradt benne, hogy az idős emberekkel szemben, tehát a fehér szakáló emberekkel szemben milyen ö, tisztelet van, és mennyire um, érződik, hogy egy idős ember, egy fehér szakáló ember az egy, az egy uh, autoritás, és nem pedig egy, egy, egy elmarasztalt vagy egy, vagy egy lesajnált uh, nyugdíjas és hogy ez, ez, számára nagyon különleges volt, hogy, hogy ez olyasmi, amit az ő közekében ritkán látni, hogy egy öreg ember az, az valaki, akit, akit körbevesznek és tisztelnek, és, és lehet, hogy udvariasak vagyunk, és átadjuk a helyünket a villamoson, de hogy nem, igazából úgy, úgy sajnálkozva gondolunk, hogy hát a szegény nyug, semmire nem jó nyugdíjas, hát most és eszembe jutott az a történet, amit éppen egy Pittsburghi e, rabbitól hallottam. Ezt a rabbi tudják, hogy e, úgy hívták, most már szerintem nem ja, jön, egy Tversky, rabbi. Ő egy híres haszid rebe családból származott, maga is egy, egy teljesen ortodox haszid e, rabbi volt, de emellett nagyon különleges, egy nagyon komoly pszichológus e, lett belőle, Külön magyar nyelv hogy, hogy vannak ilyen kis videói, magyar nyelvre is le vannak fordítva, és a legérdekesebb ilyen életpéldákat mondja, és több milliós nézettsége van ezeknek. És ő meséli, hogy egyszer az unokájával ment a vonaton, és az unokája ilyen gondoskodó volt, papa, ide, hozhatok egy pohár vizet, rakjuk fel a csomagodat, mint a és vele szembeült egy, 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 másik idősebb úr, és amikor kiment az unoka, akkor azt mondta neki ez a másik úr, hogy hát ne ugyan, de kénytelen vagyok megkérdezni, hogy ezt hogy csinálják? Hát nálunk az unokám rám sem néz, hogyha eljön, akkor, akkor, akkor végig másra van elfoglalva, érzem, hogy nincs közös témánk, és hogy úgy, úgy lesajnál, hogy érdik önök el azt, hogy így az unoka ennyire tisztelje magát? És azt néz hogy alapvetően a különbség az a világnézetből fakad. Ugye nálunk az a világnézet, hogy Isten megteremtette az első embert, és ahogy a nemzedékek haladnak előre, egyre távolodunk attól a közvetlen kapcsolattól, ami az első ember és Isten a teremtő között volt. Tehát mindenki úgy van vele, hogy az előző nemzedék az valószínűleg közelebb van, már csak, már csak a időarányosság miatt is közelebb van ehhez a, ez a kezdeti ponthoz, ahol Isten, mint teremtő és a teremtett ember közvetlen kapcsolatban voltak. Maguk viszont úgy gondolkodnak, hogy az ember a majomból származik, és a majom pedig valamilyen még fejletlenebb teremtményből, és az még fejletlenből, még fejletlenemből, még fejletlenemből, tehát akkor alapvetően azt, azt ordítja, azt üzeni ez a világnézet, hogy ahogy haladunk, egyre fejlettebbek és egyre jobbak vagyunk, tehát értem szen aki előttünk volt, az, 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 az nálunk kevesebb. És ezt igazából nem csak egy humoros. Megjegyzésem. Tényleg, ha belegondolunk, tulajdonképpen a világnézetünk, és ez ezt a múltkor már mondtam, hogy ez egy mélyen marxista meglátás is, hogy a, a világ a progresszióval, ahogy haladunk előre, úgy egyre jobb és egyre előbbre van, erkölcsi értelemben is, nem csak tudományos értelemben. És ezért, aki korábban van, az fejletlenebb. ez az, azért azt üzeni, hogy ha a progresszió az az abszolút jó, akkor az, ami előttünk van, azt lehet, hogy tiszteljük, meg lehet, hogy, de igazából nem belülről tiszteljük, hanem hanem azt gondoljuk, hogy hát azért nem, nem ők, hanem mi vagyunk azok, akik a megoldás felé haladunk. És a zsidóságban az egyik oldalról ahogy erről korábban, amikor a történelem szemléletről beszéltünk, benne van az, hogy ahogy haladunk az időben, valóban egyre közel kerülünk a messianisztikus utópiához, és a, a megváltáshoz, és a tökéletes világhoz, de közben úgy tekintünk magunkra, mint törpék óriások vállán. Igaz, hogy a törpe az, aki eléri a plafont, de nem azért, mert ő olyan hatalmas, hanem azért, mert óriások vállán áll. E és lehet, hogy azok az óriások nem érték el azt a plafont, de ha ők nem lennének, a törpék sem jutnának sehova sem. Ahogy idéztem talán egy korábbi beszélgetésünkben, hogy a talmudi bölcsek között beszélgettek, és azt mondták, ha mi emberek vagyunk elődeink, eh, angyalok voltak, és hogyha mi, eh, ha az elődeink voltak emberek, akkor mi szama nem vagyunk többek szamaraknál. Hogy van egyfajta alázat bennünk az előttünk élőkhöz eh, eh, viszonyítva, Felismerjük azt, hogy lehet, hogy tudományos értelemben ö, többet tudunk, de ö, és el is felismerjük azt, hogy az életünk teli van olyan eszközzel és olyan ö, ö, javakkal, amelyek az életünket fejlettebbé, jobbá, szebbé ö, teszik. De elismerjük azt, hogy mindezek az elődeinknek köszönhetőek, és az elődeink emberi értelemben, erkölcsi értelemben úgy tekintünk az elődeinkre, hogy nagyobb kihívásoknak voltak kitéve, és értemszerűen ennek megfelelően nagyobb hőstetteket, és nagyobb áldozatokat, ál és nagyobb emberi minőséget mutattak. Ezzel szemben a modern terápiás gyakorlat nagyon gyakran épít arra, hogy ha nekem konfliktusom van a szüleimmel, akkor szembesítsem őket azzal, hogy mit nem csináltak jól. Uh -huh. Akár ez egy teljesen bevált gyakorlat, hogy írjak egy levelet arról, hogy ők miket tettek, mi volt az, ami nekem fájt, sok esetben ezt a levelet nem is küldik el, de több alkalommal előfordul, hogy szembesítsem a hibáikkal. Én azt gondolom, hogy ebben a hibába én is beleestem, és az egyáltalán nem segített. Uh -huh. Segíteni pont az segített, amikor megértettem, hogy ők milyen helyzetben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy egyén önmagára fókuszál, csak az énre, akkor nagyon gyakran félrecsúszik, hogy felértékelődik az a fájdalom, amit én átéltem gyerekkoromban, amit te is említettél a beszélgetés elején, és leértékelődik az az áldozat, vagy az a teljesítmény, amit a szülők hoztak a gyerekért. És ez az, amit talán a zsidóság jobban meg tud fogni, hogy a tisztelet az nem, nem feltétlenül önmagáért jár, és ez nagyon tetszett, amit az előbb mondtál, hogy nekem is tennem kell szülőként azért, hogy én tisztelhető legyek. És ennek része az, hogy én ezeket a, ezeket a megküzdéseket, amik, a, amiket rám rótt az élet, a sors, vagy a jóisten, azokat megteszem, és ezzel mutatok példát a gyereknek, és a gyerek ezáltal tud engem valamilyen módon tisztelni. Igen. Van ez a film sorozat, az izraeli film sorozat, az a neve, hogy Stissl, egy ortodox családról szól, nagyon nagy sikere van. Magyarországon kevésbé ismerik, de azt hiszem Netflixen is fönt van mindenkinek ajánlom, én nagyon kedvelem. Orcoks családról szól, és az azon a családon belüli különböző emberi kihívásokról, konfliktusokról nagyon nagyon szép, nagyon kedves sorozat, és abban van egy nagyon, van benne több aranyköpés, de az egyik, az ilyen, egyik ilyen az, hogy akkor elmegy meglátogatni a, a anyukáját, a, az idős otthonba, már valamennyire demens anyukáját a anyuka mondjuk 90 éves, a fiú meg 60, tehát ő is már nem tudom, egy meglett eh, nagypapa, és akkor amikor meglátogatja az anyukáját, akkor eh, mindenféle tapasztalatokat szerz, és akkor egyszer azt mondja az anyukája, hogy hát kisfiam, eh, tudom, hogy te úgy érzed, hogy itt most eh, eh, jössz az idős otthonba, de azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy az egyben egy árvaház is, mert minden idős egyben egy árva. Eh, és ez nagyon szép mondás, hogy hát megfeledkezünk arról, hogy a, oké, okay, hogy ők a szüleink, de hát ők is gyerekek. Ők is voltak gyerekek, és ők is gyerekeik valakinek, és hogyha elkezdünk azon, arról beszélgetni, hogy ki milyen traumákat kapott a szüleitől, hát akkor ők, őnek is, is lehet, hogy lenne mondani valójuk. Én ezt a fajta megközelítést, hogy én tárjam föl, hogy az én problémáim azok miért az, hogyan jönnek a szüleimtől, és azt mondjam el nekik, én ezt, 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 ezt egy szarvashibának gondolom, ezt, ezt, ezt tragikusnak gondolom, én nem gondolom, hogy ez bármiben segítene. Amennyire én látom, több olyan embert is ismerek, aki hasonló hibába esett, ez, ez, a, ez semmihez nem tesz hozzá, és csak elmergesíti a viszonyt a szülőkkel. És közben nagyon egocentrikus is, mert ugye azt mondja, mint. Tehát abból indul ki, hogy teljesen én vagyok az origó, én vagyok minden, nekem nem lehet. Nekem nincs felelősségem azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok, mert a felelősségem mindig a körülményekből fakadnak, és hát az egyik ilyen fontos körülmény, hogy engem, nekem elrontották a nevelésemet a szüleim, és hát ezért akkor én ezt most számon kérem és azt én kiadom magamból, akkor az nagyon jó lesz. Hát egy túrót lesz jó. Egyrészt önmagában megközelítés rossz. Tehát ne, ne, e, ne, nehogy már ennyire magamra fókuszáljak, és ne legyek tekintettel minden más körülményre, akkor, amikor arról van szó, hogy, hogy miért vannak ilyen vagy olyan sérüléseim, de amikor arról van szó, hogy kinek kéne valamit csinálni, akkor meg nem magamra fókuszálok, hanem a szüleimre, meg a, a szomszédra, meg, a, meg az osztályfőnökre. Tehát szerintem ez önmagában egy nagyon rossz kiindulás, és szerintem ez is benne van abban, amikor a Tóra azt mondja, hogy, hogy tisztelt szüleidet, hogy hosszú életén legyél a Földön, mert egy olyan ember, aki annyira ego egoista, hogy csak magával van elfoglalva, és a szüleit, mint objekteket nézi, és nem mint embereket, azt nézi, hogy, hogy, hogy nekem mire van szükségem, de nem azt, hogy dám hol van szükség, eh, akkor akkor az életének igazából nincsen eh, olyan tartalma, ami miatt érdemes lenne a hosszú életre, vagy tovább megyek ha akár fizikailag hosszú élete is lesz, ő azt nagyon rövidnek fogja megélni, mert állandóan azt nézi, hogy ki milyen sérelmet okozott neki, ahelyett, hogy azt nézni, hogy rám hol van szükség, mi, mi, hol tudok én hozzátenni, a, hogy visszatérünk ahhoz a ponthoz, ami akkor a, a, az elégedettség vagy a boldogság kérdéséről beszélgettünk sokat, hogy nem attól vagyok boldog, hogyha megtalálom, a, hogy ki milyen sérelmet okozott nekem, hanem attól, hogyha találtam olyan tartalmat, olyan küldetést az életemnek, amiért érdemes érdemes élni. Én eleve nem vagyok kifejezett híve ezeknek a annak a fajta pszichoterápiának, amikor, amikor, a keleténél jobban arra kerül a hangsúly, hogy hát te, a te ilyen olyan problémáid azok milyen mély tudatalatti sérülésekből vannak, amiket milyen élethelyzetek okoztak. Én nem mondtam, hogy nincs szükség. Az embernek kell, hogy legyen egyfajta tudatossága a saját személyiségével kapcsolatban, és ehhez hozzá tud járulni egy kicsit az ilyen, de ha átkerül a hangsúly erre, és ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy mit kéne neked változtatni az életeden, és akkor hogy fog a lelki világod is megváltozni, akkor azzal a, az probléma van. Az, hogy mosolygok mert ugye a kognitív viselkedés terápia megálmodója és létrehozója Aaron Beck, a, ugye aki maga is zsidó származású volt, és most így végig gondolom, hogy a zsidó származású terapeuták jelentős része az pont arra törekedett, és Freudot leszámítva, de ő egyébként nem is gyógyítani akar, tehát ez egy nagyon fontos Igen, dolog. Ő, ő, ő laboratóriumi kísérletként nézett a dologra. Hogy, hogy abba az irányba törekszenek, hogy nem, nem feltett, a, a megértés az hozzásegít ahhoz, hogy én a cselekvés tudjam mellé társítani, és a cselekvés fogja megváltoztatni azokat az érzeteket, amik nem vannak. Igen, mi erről beszéltünk, amikor a rituálék jelentőségéről beszéltünk még talán két évvel ezelőtt akkor erről hosszasan beszéltem, hogy a zsidóságban ezért van nagyon nagy hangsúly a rituálékon, a vallás gyakorlásban, mert a, a zsidóság azt mondja, hogy a, nem attól változik meg a belvilágom, hogy megváltoztatom a belvilágom, hanem attól, hogy elkezdek valahogy cselekedni, elkezdek a rituálékat elkezdem csinálni, és az magával húzza a belvilágomat is. És hát a szülői tisztelettel is így van. Ha én tudom azt, hogy a szüleimnek meg kell adnom a tiszteletet, akkor is, ha, ha, esetleg az én szubjektív meglátásomban, vagy akár objektív kívülről nézve nem érdemlik ki azt a tiszteletet, de nekem meg kell adnom azt a tiszteletet, akkor azok a szubjektív problémák, amelyek, a, vagy objektív problémák, amelyek egyfajta sérülésként a kapcsolatunkban megvannak, azok, azok, azok is helyre fognak állni. Ugye a tisztelet az miről szól? És miért fontos a tisztelet, még itt a szülői tiszteletre visszatérve, hogy ahogy mondtam, van a gyerek szülők között van egy szeretet, te, szeretet, kapcsolat. Jó esetben. Van egyfajta tisztelet is egy, egy kisgyereknél, mert a, a, a kisgyerek hát számára minél kisebb, annál inkább a, az apukája, az anyukája, az minden, az a nagyvilág. És ugye történik ebben egy, egy törés, hogy ugyan kora kamaszkorban rájön az ember, hogy hát a szülei sem tökéletesek, és hogy azért vannak az apukánál is, az ő apjánál is erősebb emberek, meg az ő anyukáinál szebb nők, meg hasonló. És akkor a tisztelet része, az kezd töredezni. És aztán, amikor ö, kamasz lesz, akkor az önállóvá válásnak a, a, a természetes velejárója, hogy egy átmeneti időszakban ö, abszolút... Ö, próbálgatja a határait annak, hogy mennyire rúgja föl a szülői tiszteletnek a, a gyermekkorban természetes vonzatát. És a gond akkor, ugye normál esetben, ez egy természetes folyamat, mert a gyereknek önálló entitása, önálló ö, autonóm személyiségé kell lennie, és úgy jó, hogyha ő leválik a szüleiről ilyen értelemben, de utána visszaáll egy normális kapcsolat, és ebben a normális kapcsolatban vissza kell, hogy álljon öm, a tisztelet. Ha nem áll vissza a tisztelet, akkor az, az ott valami probléma lehet azzal, hogy ő ebben az önálló vállásban valahogy nem, nem igazán találta meg, a, a, a vagy nem, 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 nem tudott a folyamat végére jutni. És És ezért is fontos. Hangsúlyozni ezt a szülői tiszteletet, mert a szülői tisztelet, a felnőttkori szülői tisztelet az, az nem más jelent, mint azt, hogy én képes lettem egy önálló emberré válni, és a szülőmmel való kapcsolat ezért tud a tiszteletben is kifejeződni. Amit te mondasz, az megint csak nagyon hasonlít ahhoz, amit szoktam embereknek magyarázni, hogy amikor gyerekek vagyunk, hát gondoljunk bele, vagyunk, nem egész egy méteresek mellettünk áll egy két méter, majdnem két méteres ember, az olyan, mintha mi kimennénk az utcára, és négy méteres óriások vennének körbe, nyilván azt fogjuk gondolni róluk, hogy valóban ők a világ urai, és ezért valamiféle istenségként nézünk a szülőkre. És utána ez a fajta imágó, ez összetörik, és szerencsés esetben én a szüleimet Megszeretem nem mint Istenségeket, hanem mint embereket, az esendőségükkel, a gyarlóságokkal, a hibáikkal együtt. És ez az, amiről te beszélsz, hogy amikor én eljutok idáig, ha én meg tudom ezt az utat fejlődni, hogy már nem Istenként szeretem őket, nem őket teszem felelőssé azért, ami velem történik, hanem szeretem őket, úgy, mint embereket, akkor eljutok a, arra a pontra, amikor nekem ezt a tiszteletet nem kényszerből kell magadnom, hanem egy belső igényé válik. Ja, abszolút, abszolút így van. És különben a a, még itt a tízprancsótra visszatérve, hogy a, ugye a, van egy másik magyarázat is arra, hogy mi az oka annak, hogy a szülői tisztelet az arra a kőtáblára került, ahol az Istennel kapcsolatos törvények, az isteni tisztelet törvényei szerepelnek, és azt mondják a zsidó kommentárok, hogy ennek az az oka, hogy azért került ide a szülői tisztelet, hogy tudjad azt, hogy ahogy neked tisztelned kell Istent és a szüleidet, úgy a szülődnek is tisztelnie kell Istent, vagyis hogyha a szülőd olyasmire akar rávenni, ami az Isten tiszteltével szemben, szembe megy, akkor az józan ítélő képességed meglegyen, és tudjad, hogy hát azért tisztelned kell a szüleidet, de ha, de ha ő szembe megy az Isten tiszteltével, akkor ebben a kérdésben az Isten tiszteltét kell választanod. És ebben az is benne van, hogy a csalódás a szülőben, mint a, mint, mint a tisztelet kérdemlőjében kevésbé van benne a rendszerben. Mert mert egy gyerekként is azt látom, hogy ott van a szülőm, aki egy, egy abszolút autoritás, de nap mint nap látom, hogy ő maga is valamilyen még van nagyobb erő felé, Kifejezi az imádkozásban, a vallási rituálékban. Látom, hogy ő maga is kifejezi, hogy hát ő én nem vagyok egy abszolút autoritás, mert van valami, ami nálam is magasabb. És egy kisgyerek számára ez üzen valamit, ez azt üzeni, hogy igen, igen, én tisztelem az apukámat, meg az anyukámat, de hát ők sem tökéletesek, hiszen van valami, amit ők is tisztelnek. Így amikor majd kezd repedezni az a szülő iránti tisztelet, akkor ez egy, egy kisebb csalódás lesz, mert az, hogy a szüleim esendőek, azt magam a szüleim kifejezik a vallásos viselkedésükkel. És mi van, ha nem fejezik ki? Mert nagyon sok esetben itt van a probléma, hogy egy szülő nem fejezi ki a vallásos viselkedésével azt, hogy ő, ő, nem ő az Isten. Hát ilyen, attól még, hogy valaki vallásos, nem biztos, hogy hogy hogy, hogy, hogy mint a mint a példája az emberiségnek, és az sem biztos, hogy, hogy mentálisan teljesen ép és, egészséges. egészséges. Nachmanides, az egyik híres középkori zsidó filozófus mondta, és naval a tojra, van olyan ember, aki gonosz tevő a Tóra engedélyével, tehát attól még, hogy valaki külsőlegesen vallásos, attól még nem biztos, hogy emberileg is, is, is büszke lehet magára. Persze nem tudjuk, hogy mi lenne, ha nem lenne vallásos, tehát lehet, hogy még rosszabb lenne. Igen, tehát az biztos, hogy ennek a vallásosságnak tud egy olyan eleme is lenni, hogy a szülőm a vallásosságát, azt még eszközként is felhasználja a buzolásamra, tehát hogy ő, ő egy, egy terrorizáló apa, aki, aki, a, aki a vallás és a vallási szokásoknak az elvárásait, stb. meg a saját vallásosságát egyfajta hatalmi eszközként használja velem szemben. Sajnos ilyen, ilyen előfordul, és ilyen hibák abszolút tudnak lenni a rendszerben, és ilyenkor történik az, hogy az a csalódottság, ami egy, egy, egy vallásos családban felnövő gyerekben keletkezik az apjával, tipikusan önkülön, inkább az apákkal fordul elő, de vagy az anyjával szemben, azt nem csak velük szemben fordítja, hanem Istennel szemben is, vagy a, a, a vallásra szemben is, mert úgy érzi, hogy, hogy őt nem csak az apja abuzálta, hanem Isten is, hiszen Isten nevében történt ez az abuzálás. Ez a, ez, a, ez a veszély benne van, és ezért fontos, hogy szülő számára is, hogy őszintén legyen vallásos. Az őszinte vallásság pedig azt jelenti, hogy nem magadat veszed nagyon komolyan, hanem Istent. Ugye ez egy hiba, amit vallásos emberek néha elkövetnek, hogy tudják, hogy itt valamit nagyon komolyan kell venni, csak eldétik azt, hogy nem magadat kell nagyon komolyan venni, hanem Isten. Tehát, hogy az, az Isten iránti viszony, az, vagy Isten a viszony, az, az minden kell a saját magadban, kell, hogy alázatot képezzen. Istennel és mindenki mással szemben, belértve a saját gyerekeidet is. A gyerekeid felé ezzel az Isten iránti alázattal tudsz, és a saját magad esendőségének a, a teljesen emberi módon való megélésével tudsz tiszteletet kivívni hosszú távon, és nem pedig azzal, hogyha úgymond Istenről Isten próbálod mintázni, és magad egy Istenként próbálod bemutatni a környezetedben és a, a, a gyermekeid, gyermekeid, felé. Tehát ez, hogy mondjam, a vallásos ember számára egy különös, különösen fontos um, egy, egy, különösen fontos üzenet, hogy a vallás az ne arra legyen eszköz, hogy, a, hogy az abuzálást azt egy még magasabb fokra emelt, hanem arra legyen eszköz, hogy a saját esendősséged, a saját emberi um, esendősséged, és az ezzel együtt járó önvizsgálat, ön önkritika, alázat, az kifejezze a gyereket számára, hogy hogy van autoritás, te is egy autoritás vagy, de te is esendő vagy, mert az igazi és egyetlen autoritás az a végtelen Isten. Ha valaki olyan környezetben nő föl, és az a nyugati világban az egyik leggyakoribb, hogy a gyermekkori bántalmazásnak, vagy a gyermekkori inkább azt mondom, a negatív tapasztalatok azok az elhanyagolásra vezethetőek vissza. Tehát van egy szülőm, aki nem volt vallásos, nem adta meg azt a figyelmet, mert azt gondolta, hogy ezt neki nem kell megtennie, és önmagára fókuszált. Akkor vajon a hit, a vallás az segíthet nekem reparálni ezt a kapcsolatot? Mindenképp. Szerintem mindenképp tud segíteni, mert amikor van ez a mondat uh, Dávid királytól. Avivve imi az vu uni, behár semmi az Ez egy gyönyörű mondat a zsoltárokban. Apám és anyám elhagyott, de Isten uh, uh, magához, magához vont. Ez az, az árvosság érzése, az mindig borzasztó. Egy olyan árv, ahol vannak fizikai szüleim, és mégis árvának érzem magamat, az a legborzasztóbb. Az, 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 nagyon az, az sok mindent tönkre tud tenni a saját személyiségemben, az önbizalmamat, a szeretet vágy, a szeret, szeretni, szeretetre való képességemet, és itt és itt És ebben Isten mindig ott tud lenni pót anyaként és pót apaként. És engem is képessé tud tenni arra, hogy felül tudjak emelkedni azokon a uh, sérelmeken, azokon a sokszor jogos sérelmeken, amelyeket megéltem a szüleim révén, uh, és, 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 és ebben, e, ebben a tekintetben is tud javítani a, a, a viszonyon. Köszönöm szépen. Köszönöm.